Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Gályú. Gályú, Gályú, Gályú. Én vagyok! Vasárnapi ebéd. Gályú izgatottan ébredt fel, mivel a mai nap igen különleges volt. Gilbert, anyák napja van, és én csináltam ajándékot. Nézd! Hol van anya? Gondoltam, ma hagyom tovább aludni. Épp kávét viszek neki. Várj, apa, ezt elfelejtetted. Gályú büszke volt magára, hogy egyedül becsomagolta az ajándékot. Alig várta, hogy odaadhassa az anyukájának. Boldog születésnapot, anyu! Köszönöm, Gályú. De nem születésnapom van, hanem anyák napja. Ó, ez biztosan az ajándékom. Bost ki! Nekem jobb ötletem van. Miért nem nyitjuk ki rebéd közben? Mi az a rebéd? Reggeli és ebéd pontosan egy időben. Mivel ez a nap anya különleges napja, arra gondoltam, hogy elvihetnénk egy étterembe. Igen! Jó reggelt, uram, hölgyem! Jöjjenek utánam, az asztaluk készen van. Gályút még sosem hívták azelőtt úrnak. Nagyon élvezte, hogy felnőttként kezelték. Hol van az ennivaló, apa? Az ennivaló ott van az asztalokon. Oda megyünk és veszünk magunknak. Svéd asztalnak hívják. Tessék, kicsim, magunknak kell vinni a tányért. Az a bácsi előbb volt itt, Gályú. Be kell állnunk a sorba, és ki kell várnunk a sorunkat. Gályú még sosem látott ennyi finomságot azelőtt. Nem is tudta, miből szedjen. Én akarom vinni a tányéromat! Rendben, de légy óvatos. Nagyon lassan sétálj. Arci! Semmi baj, kicsim. Majd feltakarítják. Azt hiszem, jobb lesz, ha én viszem vissza az asztalhoz, jó? Gályú csalódott volt. Meg szerette volna mutatni anyukájának, hogy meg tudja csinálni. Nem ízlik az étel, Gályú? Már nem vagyok éhes. Már hazamehetünk. Azt hiszem, én látok valamit, ami majd jobb kedvre derít. Anya nem kap tortát sok gyertyával. Anyák napján nem szokás a torta és a gyertya, Gályú. De mit szólnál, ha bármit választhatnál? Esetleg el tudom intézni, ha a fiatalember azt szeretné. Ez az! Boldog szülinapot! Hoppá! Szóval, boldog anyák napját, anya! Köszönöm, Gályú. Segítenél elfújni a gyertyát? Most nyisd ki az ajándékom, anya! Ez a kedvenc autóm! Játszhatsz vele egész nap! Köszönöm! Ez tényleg a legszebb anyák napja! Gályú a nap hőse. Gályú élvezettel játszotta az oroszláni domárt. Az egyetlen baj az volt, hogy nem tudta rávenni az oroszlánt, hogy hallgasson rá. Gyerünk, Gilbert, ugorj! Ahogy mutatom. Tadá! Ó! Gyere vissza! Hát itt vagy! Egy kicsit Gályú is megijedt a kutyustól, de Gilbert sokkal jobban félt. Gilbert! Gyere le, Gilbert!
kutyus már elment? Nézd! Itt van nálam a kedvenc egered! Gilbert olyan magasan volt a fán, hogy Caillou attól félt, le fog esni. Jaj, ne! Apa, segíts! Ez a létra nem elég magas, hogy elérjük. De le kell hoznunk onnan. Le is fogjuk. De kell hozzá valaki, akinek hosszabb a létrája. Caillou izgatott volt, hogy láthatta a tűzoltókat és a nagy piros autójukat. Eric, tényleg te vagy az? Bizonyám! Hé, de régen láttalak! Ismered az apukámat? Caillou-t lenyűgözte, hogy apukája ismert egy tűzoltót. Természetesen! Együtt játszottunk, amikor kicsik voltunk. Az én nevem Eric. És a tiéd? Caillou. Örülök, hogy találkoztunk, Caillou. Most szedjük le a cicádat a fáról. Rendben, Stacy. Állítsuk fel a létrát. Egy perc és lent lesz. Nem bánod, ha ezt kölcsönveszem, ugye? Köszönöm. Már megyek is, Gilbert. Megyek, érted? Nézd csak, mi van nálam! Caillou-t lenyűgözte, hogy milyen magas volt a tűzoltók létrája. Fel, fel és fel. Sosem tudott olyan magasra mászni, mint Stacy. Megvagy. Ez az! Nagyon szépen köszönjük. Semmiség. Benézhetek a tűzoltó autóba. Nekem van egy jobb ötletem. Lenne kedved eljönni az állomásra körülnézni? Persze, ha az apukád beleegyezik. Mehetek? Az biztos nagy élmény lenne. A tűzoltó autóval megyünk. Hát persze. Igen! Mire való? Az indítja be a szirénát a kocsi tetején. Gyerünk, Caillou! Nyomd meg! Egyedül is ki tudok szállni, apa. Caillou nagyfiú akart lenni, és úgy akart kiszállni, ahogy az apukája és Eric. De nem is volt olyan könnyű, mint gondolta. Hát úgy néz ki, ez egy picit magas lesz neked, Caillou. Hadd segítsek. Itt tartjuk a kabátokat és a bakancsokat. Fontos, hogy szükség esetén kéznél legyenek, ha menni kell. Ezek a bakancsok nagyon nagyok és nehezek. Bújj bele egybe, hogy jó-e a méret. Lehet, hogy még nem vagy elég nagy hozzá, hogy jó legyen rád egy tűzoltó bakancsa. Hát nem. Fontos, hogy az autókat mindig tiszta és üzemkész állapotban tartsuk. Látom, Sparky az állomás hivatalos módján üdvözöl. Mit keres itt egy kutyus? Sparky itt dolgozik. Ő is tűzoltó. Kiszagolja a tüzet, és ellenőrzi, hogy mindent eloltottunk-e. Ez Sparky kedvenc játéka. Játszol vele egy kicsit, Caillou. Ha az emeleten vagyunk, és megszólal a riasztó, csak lecsúszunk a csövön, és voilà, már mehetünk is.
De ez nagyon magas. Ó, könnyen meg lehet szokni. Mikor először megláttam, én is ijesztőnek tartottam. De tudod, csak egy kis gyakorlás kellett, és már nem is féltem többé. Komolyan? Mhm. Ó, mennünk kell. A kötelesség. Sietünk vissza. Szerintem a fiúból még tűzoltó lesz. Caillou úgy érezte, hogy az a csőr rémisztően magas. Nem volt benne biztos, hogy valaha is lemerne rajta csúszni. De apukája tudta, hogy hol tudna Caillou gyakorolni. Tadám! Ügyes vagy! Csak gyakorolj szépen, és pikpak tűzoltó leszel. Ne félj, Gilbert! Caillou tűzoltó mindig megment téged! Látod, most is megmentettelek. Ugye örülsz neki, hogy tűzoltó lettem? Caillou emeletes ágya. Caillou és Rosie izgatottan várta, hogy a hétvégét a nagyszüleivel tölthesse. Rosie csönget! Túl kicsi vagy hozzá, Rosie. Hát megjöttetek! Nagymama, ma este nálatok alszom! Nagymami! Szia, Caillou! Szia, Rosie! Caillou, várj! Hol van az ágyam? Ez lett a varrószobám. Te és a hugod egy szobában lesztek. De én nem akarok egy szobában aludni Rosival. Biztos vagy benne, Caillou? Szerintem meggondolod magad, ha meglátod a meglepetést. Meglepetés! Itt van a szobában. Hű! De jó! Meglepetés, Caillou! Emeletes ágy! Én akarok felül lenni! Én akarom! Nem, Rosie! Én alszom a felső ágyon! Rosie is! Tudod, Rosie, az még nagyon magas lenne neked. Ahhoz még nőnöd kell egy kicsit, hogy a felső ágyban aludhass. Majd meglátod, az alsó is nagyon jó lesz. Ideje lefeküdni! Ó, de épp az erődben játszunk! Holnap is játszhattok az erődben. Segítsek felmászni az ágyra, Caillou? Nem, egyedül is fel tudok menni. Nem is volt nehéz. Jó éjszakát, Caillou. Most már aludjatok? Rendben, Nagyi. Jó éjszakát. Caillou annyira izgatott volt, hogy megkapta a felső ágyat, hogy nem tudott elaludni. Teljesen másnak látott mindent az emeletről. A padló is rémisztően messze volt. Rosie, ébren vagy? Ne aggódj, Maci! Jaj, ne! Maci! Rosie, add ide a Macit! Viszem! Rosie nem mert felmászni a létrán. A felső ágy nagyon magasnak tűnt. Minden rendben, Rosie. Majd én lemegyek. Caillou nem volt benne biztos, hogy még egyszer fel akar mászni a létra tetejére. Jó reggelt! Mégsem fent aludtál az emeleten, Caillou. Nem. A Maci nagyon félt odafent, ezért inkább lejöttünk. A szórakozás receptje. Éljen! Én nyertem! Nagyi! Nagypapa! Senki sincs itt. Majd én megpróbálom.
akarom csinálni, apa. Sziasztok, gyerekek! Szia, apa! Szia, Caillou! Jó legyél! Míg Caillou apukája elintézett néhány dolgot, Caillou a nagyszüleinél maradt. Szia, apa! Nagypapa, van egy új játékom. Egy búbócsiga pörög a padlón, hangokat ad, és villognak a fényei. Elhoztad? Igen, a táskámban van. Jaj, ne! Caillou nem hitt a szemének. Az apukája elvitte a játékait. Caillou nagyon dühös lett. Szerette volna megmutatni a nagypapájának, hogy milyen az új játéka. Majd megmutatod, ha visszajött apukád. Gyere, nézzük meg, mit csinál a kertben a nagymama. Caillou, de örülök, hogy látlak. Szia, Nagyi! Akkor én indulok is. Elszaladok a boltba. Sietek vissza. Szia! Caillou a kocsiban felejtette a táskáját. Ó, nagyszerű. Köszönöm. Halló? Szia! Milyen kellemes meglepetés. Mi a baj, Caillou? Eddig élvezted a kertészkedést? Apa elvitte a játékomat. Pörög is mindenféle hangot ad ki. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó játék. De szerintem találunk majd neked valami jobbat, amivel játszhatsz helyette. Nem! Én a búgócsigámat akarom. Hát ezt nem szívesen hallom, mert épp most találtam neked valami mást. Mi ez? Egy krumpli. És lefogadom, hogy legalább olyan jót játszhatunk vele, mint bármelyik játékoddal. Örülök, hogy hívtál. Még beszélünk. Valamit még meg akartam csinálni. De vajon mit? Ó, hát persze. El kell mennem a boltba. A nagypapa teljesen elfelejtette Caillou táskáját, ahogyan Caillou is, mert kezdett nagyon jól szórakozni. Találtam még egy krumplit. Ide adnád nekem azt a krumplit, kérlek? Én akarom csinálni. Jobb lesz, ha én vágom fel a krumplit. Te hozd a papírt. Nézzenek oda, egy lábnyom. Épp ezt fogjuk csinálni ezekkel a krumpli darabokkal is. Lenyomatokat fogunk készíteni. Az egy fa! Ahogy mondod, te mit csináltál? Egy tojás! Sziasztok! Jól szórakoztok? Igen, tojást is hoztál. Úgy láttam, elfogyott. Lássuk csak. Kenyér, tej, nézzük csak, van itt még valami? Nincs. Tojás az nincs. Itt egy tojás, nagypapa. Nézzenek oda, az tényleg egy tojás. Nos, azt hiszem, visszamegyek a boltba, és hozok igazi tojást. Mehetek én is. Elviszem a képet, hogy ne felejtsük el, mi kell. Ez remek ötlet. Nagypapa, nézd, egy dinoszaurusz van a dobozon. És a dobozban egy igazi dinoszaurusz van. Nem, ebben csak műzli van. Azt hiszem, igazad van. Lássuk csak. Miért jöttünk? Mit kell vinnünk a nagyinak? Tojást. Így igaz. Te tudod, hol vannak a tojások? Erre. Hé, várj meg! Nézd, nagypapa, ott a krumpli. Azt hiszem, azt nem kell vennünk. Jó lesz, nagypapa? Én általában olyat veszek. Hé! A tojásokkal óvatosan kell bánni, Caillou. Miért? Mert nagyon könnyen eltörhetnek. Ez jó lesz? Igen, így már jó lesz. Nagymama, nézd! Én hoztam haza a tojásokat, és nem törtem el őket.
Kájú megtanulta, hogy a tojás törékeny. És megmutattam a nagypapának, hogy hol tartják őket. Kájú rajza sokat segített. Zöldséglevest főzök. És nem is akármilyet. A legfinomabb zöldséglevest az egész világon. Ezt nézd meg! Ha jól megnézzük, épp olyanok, mint két szem. És ez itt egy orr. Már van bajsza is. Ó, de szép lett. Kölcsön kérhetem az orrát a levesbe. Apa! Elvitted a játékaimat. Visszahoztam őket a nagypapának. Ó, amint edit, Kájú. Azt hiszem, elfelejtettem odaadni a táskád. Nagyon sajnálom. Nos, semmi baj. A játékaid végig itt voltak. De azért jól éreztük magunkat, Kájú. Apa, elmentem a boltba a nagypapával. Biztosan jó lehetett. Apa, nézd! Tessék, Kájú. Megmutatod a játékod? Nem. Haza akarok menni, hogy megmutassam a rajzomat anyának. Ez krumpli? A krumplit használtam a rajzoláshoz. Behoztam a kertből, a nagyi félbevágta, és utána szép képeket rajzoltunk a krumplival. És így jött rá Kájú, hogy szórakozni nagyon sok módon lehet, még a játékai nélkül is. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette.